Kunoka Kiskunságban címmel 10 évvel ezelőtt 3 részes dokumentumfilmet készített Karát Imre. A Kecskeméti Televízió korábbi operatőrének, rendezőjének munkáját 2008. júniusában a KTV is levetítette. Kedves nézőink, a következő percekben az ismert alkotóval készített beszélgetésünket és a film néhány érdekesebb percét vetítjük le ismét. Jó estét kívánok! Kunkép Nomád Idők címmel régészeti konferenciát tartottak az elmúlt héten Kiskunfélegyházán. A rendezvény kecskeméti aktualitását az adja, hogy Karát Imre filmrendező Kunoka Kiskunságban című filmsorozatának darabjait is bemutatták a résztvevőknek. Vendégünk lesz a stúdióban a filmrendező, akinek a témában készült 3, egyenként 25 perces alkotását vasárnap este műsorára tűzi a Kecskeméti Televízió. A rendező operatőrt, Karát Imrét köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok! Mi miatt érdekelt ez a téma Kunoka Kiskunságban? Hogyan kezdtél el érdeklődni ezután? Hát két dolog volt. Az egyik, itthon rájöttem, hogy rengeteg Kun helység nevünk van. Kiskunfélegyházától Kunszállásig, Kiskunhalasig, és sorolhatnám Kunszent Miklóst. Tehát itt csak a Dunatisza közén 30-40, sőt több. A másik pedig az volt, hogy korábbi ázsiai expedíciónkon meglepve tapasztaltam, hogy érdeklődnek, hogy mi kipcsakok vagyunk, vagy hogy van ez, és mindig meglepődtem azon, hogy a közép-ázsiai népek azok tudnak arról, hogy itt magyarok és kunok élnek. És úgy gondoltam, hogy ezt azért ki kellene kutatni egy kicsit. Melyek azok a hagyományok, amelyek még élnek itt a Kiskunságban? Mi az, amit felfedeztél ebből? Én az egy picit hadd ugorjak vissza. Aztán volt még egy motívum, amit elfelejtettem, hogy a 70-es években a ma Szent Királynak nevezett, akkor Lászlófalvának hívták, és az ásványvízről elhíresült településen volt az első olyan ásatás, amely kiderítette azt, hogy ott egy teljes kun falu volt, egy Pálóczi Horváth András nevű régész tárta ezt fel, és akkor már erre én emlékeztem, mert akkor ott forgattam, és akkor szöget ütött a fejembe, hogy akkor nézzünk ennek egy picit utána, hát én filmes ember vagyok, ugye nekem ez a dolgom, hogy próbáljam kideríteni az események hátterét, és akkor szakirodalomból, ismerősökből eljutottam oda, hogy ez a kun népesség végül is Peking mellől, Kínából került ide, egy nagyon érdekes úton a tatárjárást megelőző években, és ami számomra a legkülönösebb, a filmben is ezt próbáltam bemutatni, hogy a mai napig élnek ezek a kun hagyományok, a kun nyelv, a kun táncok, részben az állattartás és életmódbeli szokások is. Például ételeket ugyanolyokat főznek, mint Ázsiában. Na most van még egy érdekesség ennek az egész történetnek, hogy mostanában kezdik kideríteni azt, hogy ez a bizonyos tragikus tatárjárás, ez részben azért is történt meg, mert a kunokat 1223-ban a tatárok legyőzték, majd ez a Kötöny nevű királyuk, akinek a nevét a Bács-Kiskunbélyei Harka Kötöny is őrzi, ez ezt a népet bevezette ide a Kárpát-medencébe, IV. Béla királyunk befogadta őket, és hát ha ezt a szót szabad használni, hogy a tatárok bosszút akartak állni rajtunk, azért, mert befogadtuk ezt a több mint 100 000-es kun népességet, aki itt aztán keresztényi és magyarrá lett. Kiskunfélegyházán a közelmúltban volt egy régészeti konferencia, ahol ezt a filmet is bemutatták többek között. Mennyire szakmai ez a film, mennyire kellett sok szakértő bevonása ehhez a filmben is láttam, hogy azért nagyon sokan közreműködtek ebben, Ukrajnában például múzeumokban is forgattál. Hogyan jött össze ez a hatalmas tudásanyag? Hát szerencsére itt Kecskeméten is vannak szakértők és segítők. Említeném dr. Csatári Bálintot, aki önmaga is kun származású, és a vidéki, tehát a magyar tanyavilágban, a Dunatisza közi tanyavilágban élő kunokról nagyon sok mindent tudott, de sorolhatnám már a Kiskunfélegyháza akkori múzeumigazgatóját, a Bánkiné Molnár Erzsébetet is, aki kimondottan kunokkal foglalkozott, de néprajzkutatók, nyelvészek segítettek, és
az ő útmutatások alapján jutottam én el tulajdonképpen a Fekete-tenger északi partvidékére, pontosabban a Don-Dnyeper vidékére. 300 évig éltek ott a kunok, és akkor még ők pogányok voltak, és rengeteg ilyen nagy kőbabát állítottak, amelyekből sajnos itt már egy sincs Magyarországon, mert ahogy ők bejöhettek ide, akkor fel kellett adni ezt a pogány szokást, sőt kifejezetten tiltották, hogy ők ilyen úgynevezett kunbabákat, tehát az őseik emlékeit bemutató kőszobrokat állítsanak. Nagyon szomorú dolog az, hogy a mai Ukrajna területén, mivel ott már nem élnek ugye kunok, kunősök, hát eljöttek ide, ezek a szobrok megmaradtak, a szomorú az benne, hogy nem nagyon becsülik őket, tehát ez azt jelenti, hogy pusztulnak, eltűnnek. A század elején, a múlt századra gondolok, még 600 ilyen szoborról tudtak, mi alig találtunk egy 40-50-et. Múzeumok udvarán vannak, és talán 20-30 áll még az eredeti helyén. Rengeteg régészeti, történelmi érték, adat, tudás halmozódott fel ebben a filmben, de természeti filmnek sem utolsó, ahogy a képeket néztem. Mennyiben fogtak meg ezek a tájak téged? Hát még egy picit visszaugornék a szakmaiság mellett valóban, tehát arra ügyeltem, hogy azok a szakértők szólaljanak meg, illetve adjanak tanácsot, akik azért helyre tudják tenni a kunok múltját és jelenét itt ma Magyarországon. De mivel a kunok pont a Kiskunságnak az egyik legszebb részén élnek, és ott maradtak fönn ezek az állattartási szokások, tehát a szürke marhát Kunszent Miklós közelében őrzik legnagyobb gulyába, egy 1000 fős gulya van. Ott van az ősi, a honfoglalóink által is művelt legtöbb ilyen ridegtartású pásztor, emlék és birkanyájak. Ott főznek a szabadon. Azt már nem ismerem mondani, hogy a birka pörkölt és egyebek, és azok az emberek még viseletükben is őrzik, és szokásaikban is őrzik azt az egykori kun viseletet. Tehát így egy kicsit a kultúrtörténet meg a természet szépsége összeötvöződött. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a hagyományok maradjanak meg, és hát ha nem veszik a nézők is rossz név, azt én el szeretném mondani, hogy azért is csináltam ezt a filmsorozatot, hogy ráirányítsam ezekre az értékeinkre a figyelmet, és egy picit a multikulturális és nem egészen ide való dolgoktól, hogy mondjam, óvjam az embereket, hogy legyenek büszkék arra, hogy itt élnek ezek a hagyományok, hogy itt kunőseink voltak, és ma is vannak olyan emberek, akik ismerik a kun nyelvnek a maradvány részeit, és talán ez lenne a jó, hogyha ezt át is tudnák menteni a jövő számára. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Kedves nézőink, most akkor tekintsenek meg egy rövid részletet a filmből, vasárnap pedig 17:30-tól láthatják a film 3 részét teljes terjedelmében. A Kárpát-medencébe a nagy keletről induló népvándorlási hullámok utolsó csoportjaként egy különös, Ázsia távoli vidékéről, a mai Kína északkeleti területéről származó nomádnép jelentős számú törzs közössége nyert bebocsájtást. A krónikák feljegyzése szerint ez az 1239. év tavaszán történt. A feltehetően közel 100 000 főt számláló 6 kun nemzetiségi törzs Kütönkán vezetésével jött, vagy inkább menekült a hatalmas ellenség a tatárok elől. Az állandó harchoz, vándorláshoz és a nomád állattartáshoz szokott népzömét a befogadó IV. Béla király, a már több mint 300 éve itt megtelepült magyarok által kevésbé lakott Duna-Tisza közére telepítette, a ma Kiskunságnak nevezett vidékre. Ez a földművelésre kevésbé, de legeltetésre kiválóan alkalmas vizes pusztás terület tűnt legalkalmasabbnak a kun nép számára. A magyarok régi életmódjához hasonlóan élő kun törzsek őstörténetéről még 100 évvel ezelőtt is tartotta magát az a romantikus nézet, hogy a szkítákkal és a hunokkal rokonítható magyar nyelvűek voltak, és egykor valahol a Kaukázus vidékén éltek.
Napjainkra a középkori arab, perzsa és örmény írott források nyomán a kutatók kiderítették, hogy a kunok ősei a törökök népcsaládjába tartoztak, és őshazájukból, Észak-Kínából az ottani Kitaj törzsek terjeszkedésének hatása indultak el nyugat felé az ezredforduló tájékán. Egy Marwazi nevű arab tudósnak a közelmúltban napvilágra került, de még 1120 körül írt munkájából az is kiderült, hogy ő is török népnek nevezte a kunokat, akik egyesültek a vándorlásuk során a sárga ujgur, azaz hajszínükről szőke ujgur néppel, és a Tien Shan hegyvonulat északi peremén haladva a hírneves dzsungárai kapunát átkelve jutottak az Uralhegység déli lábánál elterülő sztyeppékre. Itt a két nép egyesült egy harmadikkal, a kipcsakokkal, és egy hatalmas, erős törzsszövetséget alkottak, amelyet a bizánci krónikák kumáni néven, a magyar források pedig kunokként említettek. Az orosz krónikákban ettől eltérően a máig is használatos polovec elnevezés maradt fenn. A kunok a Volga vidékétől az Aldunáig terjedő hatalmas birodalmukban nem alkottak egységes államot. Laza törzsszövetséget hoztak létre a hasonló nomád életmódot folytató rokon népcsoportokkal. A honfoglaló magyarokhoz hasonlóan rendszeresen indítottak portyázó hadjáratokat a bizánci birodalom, az orosz fejedelemségek és a magyar királyság ellen is. Ez utóbbiak egyike maradt fenn a Szent László legendában, amelyben az Erdélybe és a Tisza vidékére betörő kunokat László király legyőzte és ki is űzte őket a Kárpát-medencéből. Néhány éve az ukrán régészek ásatásai eredményeként kiderült, hogy a kunok egy része nem csak nomád életmódot folytatott. Az Azovi tenger mellékén a mai Mariupol város határában feltárt temetkezési helyleletei a kunok kézműves és kereskedő tevékenységét is bizonyítják. A korabeli magyarság szemében mindenki, aki mondjuk Ázsiából, a Kárpátok keleti oldaláról jött, vagyis éppen Kumániából, vagy a Desti Kipcsákból, az kun volt. Beköltözött ide egy nomád, nomadizáló kipcsak török, vagy kun kipcsák, a kun most inkább ne használjuk, kumán, illetve kipcsak nép, amely itt nagyon gyorsan, azt hiszem, hogy egy-két évszázad alatt kétnyelvűvé vált mindenképpen, azután pedig a saját eredeti török nyelvét teljesen elfelejtette, és a magyarra váltotta fel. Tehát lényegében hát nem is nyelvcsere történt, hanem hát egy teljes asszimilálódás már nyelvi tekintetben. De ezt hangsúlyoznám, hogy csak nyelvi tekintetben. Tehát a nyelvi asszimilálódás az a különös az egész kun történetben, hogy nagyon gyorsan lezajlott, és hogy hát ha nem volnának személyneveink, nem volnának helynevek, nem volna a kunság, vagy nagy alföld kunok, vagy hát a nagy és alföld és Dunatisza köze kunok lakta területén a használt magyar nyelvjárások rengeteg kun eredetű revényszava, meg nem volna egy-két vitatható szövegemlékünk, akkor nem is őrizné szinte semmi a kunok nyelvét. Egy különleges nyelvi emlék azonban írásban és élőszóban is fennmaradt. A sokat vitatott kun mi atyánkot az idősebb kiskunságiak közül sokan még ma is el tudják mondani, jó lehet, pontos jelentését már nem ismerik. Közéjük tartozik a kunhősökkel is büszkélkedhető Szőke Imre, kunszentmiklósi gazdálkodó, aki egykori tanítómestere, ma már üresen álló tanyájának udvarán mondta el az imádságot. Bezen adtam az, kenze kikte szen lészen, szen adon dösön szen küklön, nilzi engen gerde ali kekte, bezen akómezne, oknemezne, bergezge. Pit bütör küngön, il bezen mene mezne, neszembezde, Permezberge. Utrogergenye ilmebezne algyamanna, kuktorbezne angyamanna szent börsön, boka valli bocson, így a tengere. Amen.